A Néptánc Fesztivál idején nyílt, de még mindig látható az a kiállítás a művelődési központban, mely egy kalotaszegi cifraszobát mutat be. Ugyan a Néptánc Fesztiválnak idén nem volt kalotaszegi fellépője, azonban a rendezvény szervezői fontosnak tartották, hogy bemutassák Erdély ezen szegletét. A Nemzetközi Néptánc Fesztiválra 3 csoport érkezett Erdélyből, ezért úgy gondoltuk, hogy kicsiben elhozzuk ide Erdélyt Sátoraljaújhelybe egy utazó kiállítás keretén belül. Ezért egy cifraszobát mutatunk most be, ez a kiállítás magyar vistáról érkezett, és ami érdekessége, hogy mitől cifra ez a szoba. Minden egyes bútora rendkívül díszített, a motivumaiban, a virágmotivumokban felelhetők a trikolornak, a piros-fehér-zöldnek a színei, és hát tényleg egy talpalatnyi hely nincs, hogy ne lenne gyönyörűen megfestve. A cifraszobában található bútorzatot 4 asszony egy egész télen át festi, melyben a nappali és az étkező egyszerre található meg, de más érdekes berendezési tárgyak is találhatóak a szobában. Az edényakasztókról, vagy a magasan vetett ágyról, aminek még különlegessége, hogy hétköznapi szemlélő úgy gondolja, hogy hú, Istenem, mennyi párnát kellett ebbe az ágyba belerakni, hogy ilyen szép magas legyen, hisz 2 méter magasra fel van rakva ez a vetett ágy. Valójában a csalafintaság úgy van, vagy ott van, hogy ugye a gazdagság jelképe, hogy én milyen magasra tudom az ágyat felrakni, vagyis mennyi pénzem van, mennyi párnát tudtam megvenni. De nézzék meg, ennek az ágynak a közepe üres. Gyönyörűen egy ágytakaróval lefették, hogy csak a tetején van 8 darab párna. A szoba berendezési tárgyainak érdekességei közé tartozik, hogy ki kapta meg ezt a bútorzatot. Amikor eladó lány volt egy családban, illetve kislány született, és eladó sorba került, akkor a szülők úgy döntöttek, hogy egy szobabútort festetnek a leánygyermeknek, és amikor férhez ment, a cifra szobát ajándékba adták neki. Az Erdély ezen kis szegletét bemutató utazókiállítás szeptember végéig látható Sátoraljaújhelyben.